A Gospel Café szimpla vendége, Rottenhofer Erika. Szia, Erika! Szia! Örülök, hogy eljöttél a műsorba. Tudom, hogy egy nagy utazó vagy, úgyhogy ez is egy utazás, hogy itt vagy Budapesten. Most éppen. Igen, igen. Na, amit tudok rólad, hogy te Afrikában jártál. Miért mentél olyan messzire? Etiópiában és Kenyában jártam. Egy missziós szervezet ment és csinált ott egy missziós utat, ami több mint 3 hónapos volt, és voltak barátaim, akik lehetőséget adtak nekem arra, hogy én is részt vegyek ezen. Az utolsó 2 napba derült ki, hogy elmehetek a csoporttal, úgyhogy elég izgalmasan alakult. És hogy lehet 2 nap alatt felkészülni egy afrikai útra? Neked ez hogy sikerült? Mit hagytál itthon, ami nagyon-nagyon kellett volna? Hát ott kellett vennem szúnyoghálót például, mert ez a malária miatt fontos volt. Hát elég sok mindent úgy kaptam a többiektől. Nem voltak nyári ruháim, mert ott pont nyár volt akkor, itthon meg pont tél volt. Úgyhogy hát kint kellett összeszednem egy pár cuccot, de ott azért jó volt, hogy dolgok olcsók voltak. Visszatérve a misszióra, mi volt ennek a célja, ennek a missziónak? Hát szerettük volna Isten apai karakterét, Isten atyai szívét valahogy az embereknek bemutatni szóban és cselekedetekben is, és hát nekem a szívbeli vágyam ez volt csak, hogy egyrészt ebben a kalandban valahogy Istennel együtt tudjak működni, és hagyjam, hogy ő vezessen ezeken az ismeretlen tájokon. És hogy sikerült ez neki? Voltak nagy élményeid? Hogyan fogadták az etióp emberek az üzenetet? Nagyon érdekes. Például az etiópiai emberekkel könnyű volt, bár Kenyában is könnyű volt az emberekkel kapcsolatot teremteni, de Etiópiában érdekes, hogy olyan kultúra van, hogy ott az idegeneket be akarják hívni az emberek kávéra, vagy hogy együtt étkezzenek velük, mert az azt jelenti, hogy tisztelettel vannak más nemzetek felé, ezért nagyon könnyű volt beszélgetéseket kezdeményezni az ottani emberekkel, mert tényleg akárhol mentünk, az emberek meg akartak minket hívni be a házaikba, ebédelni, de úgy, hogy közben pedig nagyon szegények voltak, nagyon nagy nyomor volt, nagyon sok leprás volt, az útszélén ültek, tengtek, lengtek az emberek, és például a lepra is olyan, hogy az elelő étkezés miatt annyi leprásot, illetve a higiéniai viszonyok miatt is nagyon sok a leprásot. Nehéz körülményeket láttam ott, de ennek ellenére viszont nagyon szeretettel voltak felénk az emberek. Mennyire voltak nyitottak erre az üzenetre, mert mégiscsak a kereszténység egy európai kultúra, hogy ezen a gyökeren alapszik, tehát mennyire fogadták be ezt a fajta üzenetet? Érdekes, hogy Etiópiában nagyon vallásosak voltak az emberek, ott, ahol mi voltunk. Én inkább a fővárosban voltam, a csoportom egy része igazi törzseknél volt. Mármint, hogy Etiópiában mindenki törzsekhez tartozik, valamelyik törzshöz, de mi főleg a fővárosban voltunk, ahol ez nem volt olyan, mint ami az én elvárásom volt, hogy ilyen vadon élő, bokrokban élő törzseket fogok látni. Etiópiában nem láttam ilyen törzseket, mert ott már elvárosiasodtak az emberek inkább, és ott nagyon meghatározó volt a kereszténység. Ott vallásosak az emberek, tehát nem volt idegen nekik, de nekem ettől függetlenül egy kihívás volt az emberekkel Istenről beszélgetni, mert az egy dolog, hogy vallásos a kultúra, mert ott a kultúra vallásos, de az Istennel való személyes kapcsolat nem feltétlenül van meg az embereknél ott, és csak a kultúrájukban nagyon benne van Isten, hogy használják a kifejezéseket, amik a Bibliában vannak, a mondatokat, a boltokat is úgy nevezik el, hogy Halleluja bolt, meg hogy Isteni a dicsőség, meg megváltás bolt, meg ilyenek, de inkább ez csak kultúra.
Nálunk nincsenek ilyen boltok, pedig hát ugye azt mondjuk Európára, hogy egy keresztény közeg, de hát ez is csak így névleg keresztény közeg, vagy a történelem könyvekben keresztény közeg. Volt olyan személyes élményed, ami téged nagyon megérintett az emberi kapcsolatokban? Hát inkább Kenyában volt inkább az, ami nekem személyesebb volt, meg Kenyában több időt is eltöltöttünk. Kenyában voltam 2 hónapot, vagyis hogy 2,5 hónapot. Etiópiában igazából csak olyan 3 hetet voltunk. Hát főleg Észak-Kenyában volt az, ami személyesen jobban megérintett, mert az egy elég veszélyes környék volt. Ott egy Moyale nevű városban voltunk, hát mondhatni faluban. Ott körülbelül olyan 6 törzs plusz 1 törzs élt, akit az egy plusz 1 törzs, az mindenféle más törzsekből érkező bevándorlók voltak, de 6 törzs volt, aki ott lakott már egy ideje, és ezek közül 4 törzs háborúzott egymással. De annyira komoly volt a dolog, hogy mi alatt ott voltunk, akkor is voltak kövezések, egymást kövezték, meg ezeknek a törzseknek elég sok fegyvere volt, tehát már a rendőrség is félelemben élt ott, és igazából tehetetlenek voltak ők is, és hát ugye mi fehér emberekként eléggé kirívtunk a tömegből, és ott 20 ezelőtt mindenki keresztény volt, mára már 98%-uk muzulmán, és hát 2 törzs ezek közül elég radikális muzulmán, és ugye az, hogy mi fehérbőrűek vagyunk, ők rögtön azt gondolják, hogy a fehérbőrű ember az olyan keresztény, akiket őket nem szeretnek, tehát egy nagy részébe a településnek nem voltunk beengedve, meg eltiltott a rendőrség minket, mert mondták, hogy ha bemegyünk oda, akkor nem jövünk ki élve. De a városközpontban az összes törzsből való ember megfordult, tehát az is elég veszélyes volt, hogy ott közlekedtünk. És én hát egy évvel ezelőtt ezen a településen több 100 ember meghalt, és több 1000 ház leégett, mert egymás házait leégették, meg meggyilkolták egymást, úgyhogy elég veszélyes zóna volt. És nekem az a kiváltságom volt ezen a helyen, hogy kaptam egy dokumentumot, hogy mi áll a konfliktusok mögött, és ezt egy svéd professzor írta, aki elmenekült arról a helyről, és valahogy megkaptam, nem tudom, hogy ezt a dokumentumot, és amikor ott voltam, én tudtam azt, hogy nekem igazából azzal, hogy ott vagyok, valószínűleg ez a terv azzal, hogy én ott vagyok, hogy a békét valahogy ott segítsem. Tehát egy béke fenntartó voltam. Igen. Igen, és hát sokat gondolkodtam, meg imádkoztam azért, hogy mit lehetne ott csinálni, és aztán egyszer félálomban voltam, és akkor csak annyi gondolat jött, hogy a rádiót kell használni, a helyi rádiót. És ahogy magamhoz tértem az álomból, úgy nagyon elgondolkodtam, hogy miként, semmit nem tudtam arról, hogy ott a rádió hogy működik. Aztán utána figyelmes lettem arra, ahogy jártuk az embereknek a boltjait, mert ott elég sok embernek van ilyen kis butikja, és mindenhol tényleg szólt a rádió, és a legtöbb ember egy rádióállomást hallgatott, és hát akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a rádióba ott bekerülni, és hogy mit kellene akkor a rádióban csinálni. És elém jött az, hogy valószínűleg énekeket kellene írni az egységről és a szeretetről. És azt gondoltam, hogy mivel, hogy mi a mi csoportunkban több zenész is volt, és énekíró is volt, hogy biztos, akkor nekünk kell írni. De nem, valahogy így Isten átírta ezt, hogy a helyieknek kell írniuk a szeretetről és az egységről énekeket.
És akkor így elgondolkodtam ezen is, de hát, hogy ez hogy? És aztán végül is az egész továbbfejlődött egy énekíró versenyé, amibe a helyeket bele lehetne vonni, hogyha lenne megfelelő motivációjuk. És ugye ott annyira nagy a szegénység, hogyha egy kis díjat ajánlunk fel, akkor nagyon sokan benne akarnak lenni, és igen, akkor biztos, hogy elkezdenek többen majd írni énekeket. És azáltal, hogy az emberek énekeket írnak, elkezdenek gondolkodni az egységről és a szeretetről, a vágyaik előjönnek, hogy milyen jó lenne tényleg, hogyha nem ilyen háborúskodás lenne ott azon a környéken. És én mit sem tudtam arról, hogy ott 12 évvel ezelőtt állítólag valaki írt egy éneket a szeretetről, egy keresztény zenész volt, és akkor azután ezek a konfliktusok elkezdtek, tehát hogy lecsendesedni, és mondták a helyiek, hogy akkor akárki hallotta azokat a zenéket sokszorra is, az emberek sírtak az utcán is. És nem tudtam erről, hogy ott tényleg ennek milyen hatása van, és arról sem tudtam, hogy az ottani radikális muzulmán csoportok pont arra kérnek meg zenészeket, hogy pont az egymás elleni gyűlöletet szítsák a zenén keresztül. Tehát elég érdekes, hogy pont félelomban jött ez a gondolat, és pont ezzé formálódott bennem, ami pont az ellentétes szellemiségben mozog, mint az ottani, mint azok a radikális muzulmánok, amit szeretnének elérni a helyiek között. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy így Isten ebbe az egészbe velem volt, és nagyon remélem, hogy fogok tudni a jövőben ott, tehát hogy be fogom tudni ezt a projektet fejezni, mert helyiekkel már elkezdtünk ezekről beszélni, meg tervezgetni, meg már elkezdtek írni, egy-egy zenész elkezdett írni már ilyen bemutatkozó énekeket, amiket a rádióban majd le tudunk adni, ami bemutatja majd az énekíró versenyt. És akkor majd a helyiek részt tudnak venni ebben, de szeretnék ezekre majd támogatásokat gyűjteni később, mert szeretnék olyan díjakat adni, amivel az emberek felutazhatnak a fővárosba, ami nagyon messze van, de muszáj, hogy felutazzanak ebből a falukból a fővárosba, mert csak ott vannak olyan stúdiók, ahol fel lehetne venni jó minőségben a zenéjüket és a dalszövegeiket, és nagyon jó lenne, ha ebből tévéklipet is lehetne csinálni, mert vannak ott azért családok, akiknél van tévé, a gazdagabb törzseknél van tévé, és ezt nézik az emberek, és az is jó hatással tudna lenni arra, hogy ott a béke tényleg erősödjön a törzsek között. Érdekes, hogy sokan mondták ránk, hogy bármit is csinálunk, de olyanok vagyunk, mint az angyalok, és érdekes, hogy 98% muzulmán volt, és nagyon jó volt velük kapcsolatot teremteni. És sokat beszéltünk Istennek az apai szívéről, amiről nagyon kíváncsian hallgattak minket. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó megtapasztalás volt, hogy muzulmánokkal el tudtam beszélgetni Isten apai szívéről. Még van 2 perc a műsorunkban, nagyon jól összefoglaltad, hogy miket tapasztaltál meg. És ebben a műsorban mi mindig megkérdezzük a vendégeinket, hogy mi az az álom, ami hajtja őket, ami a szívükben van egyrészt, másrészt meg amit el tudnak képzelni, hogy valaha valóra válik, és egy nagy dolog. Téged mi motivál, milyen álmaid vannak? Hát, ez nehéz kérdés, de az biztos, hogy szeretem az emberek közti egységet munkálni, azt, hogy az emberek szeressék egymást, és nem csak Afrikában tényleg, hanem a nyugati egyházban, és itt Magyarországon is. Nekem ez nagy szívügyem, hogy emberek között szeretet legyen és egység, mert Isten oda küld áldást, ahol egység van. És, ja. És igazából mi az ezt szeretném valahogy. Azt nem tudom, hogy ezt milyen formában fogom megvalósítani. Sok mindenben gondolkodok, de még semmi nincs kikristályosodva. Szeretném, hogyha Isten szabad utat kapna az életembe, és vezethetne, amerre szeretne. Nyitott vagyok egyelőre most ez a helyzet.
várom a kalandokat Istennel.